De amúgy menjen már be Cooper mellé aludni a kapitányságra, mert hiányolja magát. Mondta, hogy nem is nagyon jár haza az utóbbi napok. Ja, ment is, jó van, hát akkor viszlát, Tracy. Jó, Cooper mellett alvást a Davison. Pá! Mentés, bazza, megfogadta a tanácsot, hallod, mindenki így fogadja meg a tanácsaimat, azt kívánom, komolyan mondom, mindenki így hallgasson ránk a jövőben. Szerintem a alapvetően önálló tárgyalást szeretnék, ezt ti magára bízom, csak azt kell majd letárgyalnia, hogyha, vagy lejelentenie, hogyha már indulnának lassan, jó? Jó, van fenn. Igen. Szuper. Bejáraton 7 személy távozott. Azt a rohadt. Jézusom, mi történik? Próbáljunk meg fókuszálni az elkövető gépjárművére, megzavartak minket, nagyon... Passzom ki! Slide, slide, slide! Nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. Hogy merre ment? Kapaszkodj el! Még szeretnék képségben hazaérni. Sofőr van! Jaj, jön a a játszatérnek mi van? Kiütöttek a nadrágokból! Jézusom! Uram, és te kiütött! Gyenesen tovább a sikátorba. Jó, nincs vizuál! Köszönjük az akciót! Igen? Azt tudja, hogy minél többet kuncsorognak pénzért, engedj el a péniszét, kérem! Elnézést! Tudják, van egy problémám, és úgy gondolom még... Igen, de igen, nedvesnek hangzol. Hát igen, igen, köpködöm, hogy hát, ha működik, de sajnos még nem nagyon. Nem? Nem, még nem nagyon. Próbáljon meg! De egyébként egy szép csekk, az lehet, hogy működne. Hát... Mi volt ez az incidens? Menjek be. Hát az az egész közjáték, igen. Menjen utána. És az irodában? Hát ahol szeretne. Bezárom az autót. Jó! Úristen, ez életem mondta lesz. Megkérném Malikot, Woodbrockot és Miamort, hogy fáradjanak a kapitánysági irodába. Köszönöm. Ezt hiszem, hogy ezt valaki mondtam. Itt állunk. Túl volt a Jancs? Negatív. Igazából háromszor felhívtuk a figyelmét, vagy négyszer Woodbrookkal, hogy ne így csinálja már ezt, főleg ne szolgálatban, mert ez nem etikus, mert rendőrök vagyunk. És ő azt mondta, hogy ő ezt most megteszi, mert ő most erre hivatott. Akkor meg végignéz. Nem, én nem, meg én kifele néztem. És segített is, azt mondta, hogy inkább akkor legyünk gyorsabban. Miről beszél? Megkért, hogy segítsen. Na jó, miről beszél? Figyeljenek ide. Mi amúgy rendesen tikitakázott. Na jó. Figyeljenek rám. Ez a kapitányság nagyon elfogadó, és semmi probléma nincsen azzal, hogyha csoportosan végeznek ilyen tevékenységeket. Mi? Effektív... Nem! Nem kell tovább erről szó sincs, de erről szó sincs. Szóval, abszolút elfogadható, hogy esetleg csoportosan végeznek ilyen tevékenységet, vagy egymás között, vagy akár egyedül is, viszont arra szeretnénk önöket megkérni, az effektív munka végzés érdekében ezt ne szolgálatba tegyék, mert nem ez erre a megfelelő helyszín. És biztos vagyok benne, hogy az otthon kényelme az sokkal alkalmasabb erre, nem egy aktív járőrszolgálat. Illetve mivel nem tudhatjuk, hogy ki hol gyújtott előtte, nagyon fontos, hogy mindig fertőtlenítsék le a kezüket, mielőtt a másik szervéhez. Na jó, igen. Most miről beszél, ki kére magamnak? Én nem vagyok buzi, nyújtam hozzá majd a folyamán. Azt, hogy maga homoszexuális is. Most utalt arra, hogyha hárman esetleg szeretnék együtt csinálni. Nem, azt mondtam, hogy esetleg csoportosan szeretnének ilyen tevékenységet végezni. Nyilvánvalóan azért fogalmazok többes számban, mert hárman vannak itt. Ja, értem, de én esetleg még buzi is lennék, mi a mód lenne az utolsó, aki ezt hozzáérni? De a csütörtökön minden dolog bajtársiasabb. Mi van? Én többet nem járőrzök magukkal.
Na jó, Bali, szóval... kettő, ez egy ellen egyébként. Jó, mi a konklúziója ennek a beszélgetésnek most? Nem rákkázunk elni igen. Sem meg, szolgálatban, meg úgy amúgy sem. Tehát a szexualitás az abszolút... Nem szabad recskázni? A szolgálat teljesítés közben, a rendőrségen, amikor éppen olyan dolgot végez, amiben koncentrálnia kell, a magánéletében azt csinál, amit akar, ahhoz nyúl, amihez szeretne. Értelemszerű keretek között. Köszönöm, Miamor, tönkretette a hírnevet, most már úgy fognak hívni, hogy recskamalik. Viszont úgy, ettől van. A ponttól bármit mondanak, valószínűleg csak rontanak a saját helyzetükön. Leléphetnek. És mossanak kezdet. Köszönjük. Mi a mód? Viszlát. Köszönjük az együttműködést. Viszlát. Azt mondta Malik, hogy levágja a faszomat. Nem fogja. Na, ezt csak így elnézni. Ha mégis megtörténne, okvetlenül jelentse. Mindenképp. Így. Kezeket a takaró felett, Mirmúr. Megmostam. Biztos? Pozitív. Dugj előre. Mit adom, aztán ez ilyen nagy szagolja meg? Jól van. Itt van. Jó. Milyen színű volt a szappan, amivel megmosta a kezét? Mert pontosan tudom, hogy milyen színű a szappan a kapitányságon, mert én tényleg minden pisilés után mosok kezet, szóval milyen színű volt a szappan, mi a bor? Szappan? Tudtam én, hogy nem éreztem. Tudtam én, hogy nem érzem. Nem most de mostam, szappannal, mostam... csak vízzel. Igen! Meg beleköpök. A köpésnek... És én ezt szagolgatom, mi amor? Jól láttam, hozzá is ért az arcához. Uramisten, hogyha holnapra kipattogok, mi amor, akkor belemerjen jönni dolgozni, hogyha holnap egy pattanás lesz a köpésnek fertőtlenítési képessége van, nem tudták? Jamur, de ki tudja, hogy mit kapott el a szarvastól? Ez a saját self-turn volt. Oh, oh, jaj! Mi szaporodtak! Istenem, de szép a természet! Hol van, uram? De legalább kétszer több sóder van. Szálljon bátya! Jézusom! Mi történik? Aztán a tényed mi? Vigyázzat, szállnak a... Hogy lehet fölmászni erre? Rendben! Ó, te jó ég! Mutattam, hogy hogyan... Mi történik? Jó! Oh! Futás! Oh! Oh! Istenem! Oh! Isten! Jól vannak? Oh! Jól! Baszik, még egyszer lebukok a víz alá, fejbe lövöm magam. Kajak! Szedje már össze magát a karakter! Mi a faszom van?! Lőjék le. Nem fúrok, esküszöm. Jó lesz, makulátlan. Gyönyörű munka. Van kint valami... Hát én most úgy megijedtem. Én jelen most a kamerákat nézem. Úristen, most mi lesz itt? Hát, nem mondom, mi a geci történt. Én sem. Hol vagyok szállni? Gyönyörű munka. Istenem, az autóroncs alatt vagyok. Meghalok. Jézusom, vége van mindennek. Segítem! Nem jó! Ó, segítsenek vissza! Jöjjön ki ebben a CT-k, nem érjük. Jaj, geci! Na, jöttek a tűzoltók, de jó, úristen! Köszönöm, már meg vagyok! Eltűntek szegény, van valakinél? Mert nem volt a helyzet magasztva, tehát... Igen, meg itt százíték, a százíték itt aló! Itt vagyok a kocsi mögött. Az égő géplonc mögött.
Ne aggódjunk is, azt kimentem. Köszönöm szépen a mentést. Tudtam, hogy bomba vagyok, de hogy azért ennyire... Húzusom olyan remek, mint még soha. Úristen, remek, remek, segítsen rajta. Egy. Tudja, mit pumpál egyébként a farkamat, ura? Jaj! Ha! Pozíciót váltunk. Már is jobb. Nem. De jó pihenés. Addig legalább gondolkodjon el azon, hogy mennyit érdemes megváratni valakit. Szerintem ezen maga is gondolkodjon el azért. Ne haragudjon, én most végeztem az akcióval, maga meg csak simán elfelejtett. Ne haragudjon, én előtte egy órát vártam. Ja, nem haragszom. Mi? Jó ét!